A mai videóban kizárólag asztrális lucky blokkokból szerezhetek tárgyakat, amikkel nem csak a sárkányt, de még az eddigi legerősebb boss-t, egy sötét mágust is le kell győznöm. Lesznek minigémek, űrhajók, különleges ellenfelek és meg annyi más is. Jó szórakozást és nézzük is, mit tud ez a több mint 300 új drop. Ezt nem mondod komolyan. Sziasztok srácok, én viccelek, hogy már külön is nektek a hatalmas pacsikat, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit egy újabb, fantasztikus, izgalmas videóban. Betesszük a fülhallgatót, és remélem készen álltok egy igazi asztrális kivetülésre, ugyanis, ahogy láthatjátok, megint a fejem fölött tartva a Lucky Blockit, bizony egy Lucky Blockos videóval készültem, méghozzá az asztrál Lucky Blockkal, úgyhogy a csillagokat meg az asztrális lélek jelenlétet fogjuk esetleg, nem tudom, alapul venni. Nem tudom pontosan az asztrál világnak meddig érnek a határai, de azt tudom, hogy a csillagokkal és a csillagképekkel dolgozik, éppen ezért kíváncsi is leszek amúgy, hogy milyen dolgok várnak ma ránk. Gyorsan végigmutatom, azért van 10 darab super lucky, 64 plusz 32 standard, 10 darab super unlucky, 5 darab ilyen épületet idéző lucky block, ugye tudjátok, az előző részben volt a Spiralben, hogy voltak mindenféle házak, meg ilyesmik. Itt jön majd még az izgalom, van 3 darab minigame, amit teljesítenünk kell, megnézzük majd ezt is. Van nekünk összesen ez mennyi? 13 darab boss, és van egy extra super boss. Úgyhogy akkor 14 és plusz egy extra meg a super boss, és van egyébként összesen 8 darab különböző kis segítő, akiket le lehet spónolni. Ez tehát a mai felhozatal, ja, és amúgy persze itt vannak megint a sztár vendégeink, itt van nekünk iratkozz fel, itt van nekünk lájkolj, és bundás. Ők lesznek ma hárman a barátaink, úgyhogy ma nem akarok túl sok kihívást állítani magam elé, mert általában egyik se sikerül. Ma egyetlen egy kihívásunk van, de az nagyon-nagyon fontos, méghozzá az, hogy megmentsük a barátainkat, és túléljék a videónak a végéig. Leginkább arra leszek, amúgy kíváncsi, hogy mik lesznek ezek az extra bosszok, úgyhogy megpróbálunk esetleg rájuk felkészülni elsőként. Jó, legyen akkor ez a felállás. Kinyitjuk az utcainkat, az amúgy mindjárt lemegy a nap, egy kis csalás, hogy megkövessek. Most kezdjük csak a videót, úgyhogy most kezdjen el csak lemenni a nap. Kinyitjuk ezt az extra lakikat, meglátjuk, mit szedünk ebből össze, kinyitjuk ezeket, kinyitjuk az állakikat, és a végén pedig legyőzzük az összes bosszt, ha csak nem már... Ne, valaki már is meghalt, gyere innen, gyere el innen, menj innen! Már mindjárt megharagtanak kutya, hogy arrébb megyek, hát ha kiteleportál belőle. Jó. Egyelőre túlélte, nem tudom ki volt az, de nagyon sajnálom. Mindig ez van, hogy meghalnak szegények. Oké, tudjátok, hogy hogyan van? Összesen a 3 kutyából legalább egy túl kell, hogy élje. És ide most akkor visszaugranék, hogyha már megjött, mert ez így most újabb 4 lucky blokk, ami csak Chef's Loot Chest. Van egy Chef Loot Chest? Mi van a chefnek a ládájában? A kaják! Meg egy Star Cookie. Pontosabban 2, oké, akkor kivesszük a kajákat, mert amúgy kaja sosem szokott lenni, úgyhogy ez most még jól is jött, ennek most örülök is. És egyébként ezek a csillagok itt a kezemben valamilyen jó poti hatást adnak, úgyhogy együk, meg ígyuk, meg nem tudom ezzel mit kell csinálni, majd hogyha éhes leszek, akkor megesszük. Folytassuk még ezzel a következővel. Widerless Mage Hood. Az jónak hangzik. Protection minden vidőr, ó, gyerekek, ez nagyon komoly, csak ezt fel tudom venni a fejemre, ugye most éppen így néz ki a fejük, mert hogy ez egy lucky block, és akkor van rajtam most egy ilyen mage hat, ami amúgy tök jó, elvileg ez nagyon hatékony lesz, úgyhogy már is úgy állunk, hogy the star miner, efficiency unbreaking, szóval van nekünk most már egy csillag csákányunk is, ami elég patikán néz, ez meddig tart? Gyerekek, ez kilóg mindjárt a pályáról is. És akkor ez rendesen, ami működik, tehát tudok vele bányászni. Jó, gyorsan bányászik, ez mi van? Hát még csak efficiency 2, de nagyon gyorsan kiütötte, úgyhogy ha ezzel ütöm ki, akkor azonnal megkapom, de még a mögötte lévő blokkot is kiszedte. Jó, hát figyelj, ezt akkor most megtartjuk, mert bármikor jól jöhet egy ilyen csákány, és összességében akkor ez még mind csak egy darab lucky blokknak a kinyitása volt, és már is ennyi mindenünk van. Jó, eddig jók vagyunk, mehetünk tovább. Ice Mage Pants, vagyis hogy icy. Valamiféle, hogyha sprintelek, akkor a vizet jégi alakítja, a lávát pedig obszidiánnál. Meg hát mellett amúgy nagyon komoly védelmeket ad, feldobjuk. Elég jól néz ki amúgy, kicsit mondjuk olyan, mint egy pizsama nadrág, de nem baj, itt valahol láttam vizet. Kipróbáljuk, leteszteljük, figyelj, mit tud. Rásprintelek a vízre, hát semmi nem történt eddig. Ja, várj, ott alattam. Lehet, hogy nem gyorsultam fel eléggé. Lehet, hogy kicsit nagyobb nekifutás kell, mondjuk akkor így innen. Aha. Jó, működik. Most már működik, főleg akkor, hogyha ugrálok, mert úgy érzem, hogyha nem ugrok, aha, ugrálni kell, és akkor működik. Jó, figyelj, ez amúgy jó cucc. Főleg esetleg, hogyha mondjuk lávába esnék, akkor gyorsan elkezdek sprintelni még előtte, és akkor megoldódik. Az amúgy úgy erős, hogy ennyi. Egy klikk és mindent kiszed, de még a követ is? Azt is, gyerekek. Hát ezzel, hogyha bányászni akarnék, azonnal mindent ki tudnék szedni. Na viszont gyerünk vissza akkor ide, és folytassuk itt. Ugye direkt azért tisztes távolságban a ládáktól, ahogy megint felrobbantsunk majd mindent. Oké,
Market, ez azt hiszem egy ilyen leszpónolható dolog. De figyelj, akkor amit oda beadoltam magamnak, ugye azt végül is most megkaptuk, úgyhogy nyissuk ki akkor most, mondjuk így ezen a területen, kb. Azt írja, hogy nyílt tér kell hozzá, csak ne öld meg a kutyáimat, Nici. Ne, ne, szaladni kell, gyertek onnan. Jó, oké, szerencsére túlélték. Most van itt nekünk egy piacunk, hallom már, hogy benne vannak itt a kereskedők. Na nézzük, Lumberjack. Te esetleg, aha, Lumberjack Treasure, ezt majd meg akarom szerezni, itt van Chef. Tőlem, hogy már kaptunk az előtt cuccot, jó. Dungeon Crawler, aha. Awesome guy, ő egyszerűen csak egy nagyon laza, egy ilyen ember. Ő pedig itt a Temple Groundskeeper. Jó, hát akkor kell nekünk majd vas és arany, valamint gyémánt. És hogyha majd ezekkel megvagyunk, akkor majd visszajövünk elő cserélgetni, addig el ne szökjetek, menjünk kicsit távolabb. Na most közben már megéheztünk, bedobunk egy ilyet. Star Cookie. És kaptunk egy jump boostot. Hát nem a legnagyobb dolog az egész világon, de elfogadjuk, jól van. De folytassuk akkor a Very Lucky blokkokkal. Accurate Astral Lucky Helmet. Ilyesmi már van nekünk, de ez kicsit jobb, ez még speedet is ad amúgy. Kicseréljük, és akkor most aha, a fejünkön is van egy ilyen Astral Lucky blokkos kinézetű dolog, most vagy gyorsabban futunk majd. Szuper, most már akkor kérnénk valami melvértet esetleg. Jet Boots. Az ott csak lángcsóval akar alatta lenni, vagy az így kell hozzá? Na várj, ezt most megnézzük. Aha! Ezzel repülni tudok, egészen felreptet akár a mennyországba is, amúgy azt írta. És akkor 10 másodpercenként egy ilyet elhasznál a levegőben. Akkor azért, hogy ezek itt blaze powderök, és hogyha ezt... Aha, és így most tudok repülni, és érdekel, hogy eltelik 10 másodperc, akkor tényleg... Ja, és akkor itt húzom magam után a lángcsóvákat, ez nagyon-nagyon laza. Ezt meg a kezembe veszem. Láttál már ilyen jó videót? Hát biztos, hogy nem. És amúgy eddig nem nagyon fogyasztott még ebből. Márint, hogy eddig egyet sem. Lehet, hogy begyorsítok, ha most már fogyasztott egyet. Jó, akkor ezt be kell osztani szépen. De úgy alapból, ja, közben ezt itt felejtettem, amúgy ezt is kinyitjuk. Ez jó lesz, ezzel majd tudunk repülni bármikor, bárhova. Ez nagyon-nagyon hasznos volt. De már megint a kutyák, gyertek innen, már megint. Hát nem igaz, valaki biztos meg fog halni. Úgy tudtam, lájkolj, ne. De várj, mi lenne akkor? Hol a másik? Ja, itt van. Ide inkább leültetem őket, és akkor lehet, hogy nagyobb biztonságban. Na igen, így folytatjuk, mert gyerekek biztos, hogy meg fogom őket ölni egy-két ilyen cuccal még. Nézzük. Aha, jó, hogy arrébb vittem, mert hogyha ezt most beledobom, egyébként lehet, hogy kapok valami aranyat, ez tök jó lenne. Ha most itt lettek volna... Ne! Jött egy ilyen izé, egy gyilkos nyuszik jöttek. Jó, ezek elvileg amúgy ez nagyon erős, amivel meg tudom őt ütni. Volt neve amúgy a nyuszinak? Vagy csak az, hogy Cute Killer Bunny? Ah, csak az volt a neve. Jó, egyébként a védő cucc... Ja, az ott már nem gyilkos, csak az az egy volt az. Na, mit akarok tehát mondani? A kutyák ott most biztonságban vannak, ráadásul vannak aranyos kis nyuszik itt, és akkor folytassuk szerintem. Tehát ez már egy névre szóló Minecraft elekes szerencse kasza, aminek sharpness van, minden van, unbreaking. Az az érdekes, hogy ez a Fortune 2, ami azt jelenti, hogy ezzel így lehet elvileg kiszedni blokkokat, de nem lehet kiszedni. Nem, ez egy kard. Akkor miért van rajta Fortune? Az a kicsit megtévesztő. 15-ös damage-e van amúgy, milyenek plusz 10 a reach egyébként ennek a Star Minernek. Jó, hogy innen el tudok... Addig el tudok vele bányálni? Hát mondjuk jó nagy, azt meg kell hagyni. De innen így kiszedem azt a fát, ha kell. Ezt csak most vettem észre, most kapcsoltam. Ez meg egy baromi erős kis kard lesz majd lényegében, úgyhogy ezzel tök jók vagyunk. És akkor folytassuk most itt ezekkel a blokkokkal, mert közben, hogy be fog esteledni. Kaptunk egy... Aha, most várjál, most itt észrevettem valamit. Hogyha nem akarom a marketen megszerezni a cuccokat, akkor most elvileg pont azt a chestet kaptam meg, ami az ő holmia. Sima lucky blokkok, kivesszük, egy extra lucky blokk. Arany, gyémánt, arany, alma. Szerencsés lucky block, tehát ez nagyon-nagyon megérte egyébként, mert összességében is az amúgy mi az a little hearts? Hogyha megeszem, akkor kettőt visszatölt. Tehát összességében egy darab lucky blockból kaptam egy csomó mindent, és még egy extra lucky blockot is visszakaptam, úgyhogy ez nagyon megérte. És akkor, amit szeretnék kipróbálni, hogy a 11 aranyból most valakivel kereskedek, és megnézzük, amit kapok, az ugyanaz, amiket most kaptam. Úgyhogy az awesome guy-el akarok cserélni, de csak két gyémántom van, akkor kivel tudok cserélni? A séffel, ugye neki már ugye egyszer megkaptuk a cuccait, ugye tudjuk, hogyha ezt elkérjük tőle, ugyanazt kapjuk el. What? Most mi történt? Valamit kicseréltem és mi? Kaptam csak cookie-t? Azt hiszem. Nem tudom, valamit elrontottam, de igazából csak ennyi történt, úgyhogy oké, ez nem volt egy túl extra dolog. És többiekkel már most nem tudok cserélni. Jó, ide majd egy késő visszajövök, közben hogy le fog menni a nap, ami nem egy szerencsés dolog. Az a kérdés, hogy akarunk-e fájtolgatni éjszaka, mert szerintem nem feltétlen. Legyen megint nappal, mert tök fölösleges zombika harcol, amikor a végén extra főbosszokat akarunk majd legyőzni. Úgyhogy gyorsan egy kis kitekintést teszünk most ezekkel a lucky blokkokkal, amiket ugye most kaptunk. Ezek csak standardek, úgyhogy igazából hát nem kell nekem. Szerintem ennél sokkal jobb cuccaim lesznek majd. Itt van ez.
az jó, hát le tudjuk majd győzni a sárkányt, jó, egy ásót is elfogadunk, elfogadjuk akkor azt is, hogyha már úgy van, akkor tudunk esetleg majd horgászni, egy kis extra arany, az ásó amúgy híró, aha, és ez nagyon gyors, nagyon hasznos, van egy unlucky potion, ezt csak így eldobnám arra a tehénre ott. De... Most mondtam, hogy nem akarok fájtolni, még jó, hogy nappal van amúgy, de legalább elégnek. Várjál, már milyen erős ez a valami? Ez a kasza, ez szó szerint lekaszabolt őket azonnal. Az úgy kemény, egy pillanatra mondjuk megijedtem, de fölösleges volt. Ezt mondjuk felveszem, mert ilyen még nincs. Csak a jelenleg ugye így állunk. Egy kicsit laza, egy kicsit menő, az a kasza pedig baromira erős volt. Na jó, folytassuk most, hát tényleg. Van még nekem összesen, ha jól látom, akkor ennyi darab extra lucky blokkom, ami összesen akkor 5. Gyorsan speedrun. Make it count. A fortune 100-as. De valószínűleg azonnal el fog törni, úgy látom, ez átlátszó. Jó, azért átlátszó, mert ez ilyen spirituális kis csákány, vagy nem kis csákány, hanem elég nagy. Ezzel szerintem csak egyet tudok majd kiütni, de az 100-szor annyit fog kiadni, ezt akkor elmentjük, és majd esetleg egy aranyat, vagy egy gyémántot majd kiszedünk. Ultimate Helmet Enchant. Aha, és ezen mondjuk ezek már rajta vannak. Protection 4, Aqua Unbreaking, Protection 4. Hát... Rátesszük akkor erre igazából, ha már itt van, mert miért is ne tennénk rá, de nem tudjuk rátenni, úgy látom. Pedig amúgy sokkal jobban járnánk vele szerintem, aha. Hát akkor majd még gyűjtünk szinteket, és akkor majd úgy megcsináljuk utólag. Menjünk tovább, ilyenem már van egy. Ezt ki sem tudom olvasni. Mi volt ez? Flameless Mage Boots. Aha, ez inkább véd, meg tűz ellen állást ad, de azért ez a Jet Boots, ez egy ilyen kicsikét másik szinten van, tudjátok, ez ilyen level 500-as. Kimerjük nyitni? Ó, ha ezzel építhetünk bármit, amit csak szeretnénk, hát nem tudom, ezt most inkább nem építjük meg szerintem. Na jó, valamit ki akarok próbálni, várjál. Na elvileg most már minden készen áll, mindjárt megindítunk szépen egy TNT kocsit, azt akkor lássuk, hogy sikerül a tervem. Annak akarom ezt a levelet most így kézbesíteni. Na go! Eddig jó minden. És azonnal felrobban, azt hittem, hogy csak begyújtja és majd ott robban fel. Na hát ez a kísérlet kb. 10 percig tartott. Nem hiszem, hogy túlságosan megérte. Mindegy, ide kidobáljuk, amik nem kellenek, és akkor folytassuk is a kalandunkat. Nyissuk a következő. Ja, és közben az extra lucky blokkokat kinyitottuk, jöhetnek a standardek. Nyomassuk akkor ezeket. Ide most csak be kell dobni mondjuk egy ilyet. Ah, igen. Köszönjük, kaptunk egy ilyet. Flameless Mage Boots, ilyenű már van. Curse Potion. Ez mit tud vajon csinálni? Random negatív 5-ös effektet dob. Ezt megtartjuk. Azt tudjátok, hogy mire tartjuk? Meg egy főbosszra majd megtartjuk. Lehet, hogy amúgy fölösleges sok mindent így most kiszórni, mert ezek még hasznosak lehetnek. Astral 100-as potion, meg kaptunk sima lucky potion-t. Na nézzük. Ezek itt... Ja, ez csak fel. Jó, azt hittem, hogy vasblokk, mondom, most aztán tudunk majd cserélgetni ott a spanokkal. Kaptunk szíveket is, ami tök jó, mert ez instant HP-t adja, meg kaptam ilyeneket is, nagyon jó. Nézzük ezeket. Lucky Potion, ezek is valamit adnak, ez most láthatatlanság, ez pedig valami volt. Jó, szuper, nagyon-nagyon jó. Ja, és már nem látszik a kezem se? Most már csak egy ruha vagyok. De nincsen semmi a fejemen, várjatok, mert ezt levettem valamiért. Én meg be akartam enchantolni, már tudom. Jó, nyomjuk tovább speedrun. Ó, kicsit nagyot tudunk ugrani most már. Ultimate Chestplate Enchant. Ú, az mondjuk nem lenne rossz, mert amúgy chestplate-en még nincs is, de... Most már van! Csak szólni kellett, hogy legyen. Hát nem is akármilyen van, ezt feldobjuk. Hát ez konkrétan olyan erős, hogy el sem bírtam olvasni elsőre. Még a max HP-t is növelte, több HP-nk van, mint amúgy amennyinek lennie kéne. Ez legális egyáltalán? Azaz! Jó! Oké, amikor azért csak 3 volt, de most már van 7 ilyen, ezt át tudjuk amúgy alakítani, hogy ha akarjuk, akkor ezekkel. Jó gyerekek, fejlődünk, nagyon jó, már csak meg kéne építeni azt a kis portált, esetleg Ultimate Bow Enchant. Most nem is bajom, hogy jön az éjszaka, Curse Potion. Most már még tele van az inventorink, ezeket kiszórjuk, amik nem kellenek. De szóval, hogy igen, most jön az éjszaka, harcolunk egy kicsit, azzal már akkor elég lesz az XP szerintem arra, hogy enchantoljunk egy párat, mert igazából lenne mit feldobni enchantot. Oké, Random Potion, ez úgy... Bármi lehet? 5 teljesen random effekt, ez egy kicsikét akkor szerencsejátékos, a Markit az már megvolt. Mac, chestplate, ez jobb mint ez? Nem, ez még a max HP-t is update-elte, vagyis upgrade-elte, úgyhogy azt inkább megtartjuk. Ez itt, aha, egy csomó sima lucky blokk, az unlucky-t inkább nem vesszük el, szerintem jobban járunk. Arany, az mondjuk jöhet, ezek meg igazából nem kellenek most, ezt elvesszük, ezek meg abszolút gagyibak, mint ami nekem volt. Na jó, nyitogatunk, és hogyha majd valaki leszületik ellenség, akkor azt majd legyőzzük. Mondjuk túlságosan sokat amúgy nem látok, helmet is most, mert az is már megvan, szerintem a legjobbak. Ez mi? Ilyenünk még eddig nem volt.
valamiféle icy, ezek eldobhatóak, aha. Amikor azon lehet, hogy kaján is kéne, mert mindjárt éhen halunk még itt a végén. Ugye egy ilyet eldobok mondjuk oda. Aha, csak van ilyen esése neki. De ez lehet nem is sebesz, hanem simán csak leszületnek ilyen jegek. Most csak kíváncsi vagyok, hogy sebez-e. Aha, hát nem túl sokat. Nem túl sokat úgy látom. Ott van egy csontváz, de eddig túl sok ellenfele még nincsen. Jó. Na gyerünk, asztrál kereskedő. Hogyha ennek adnék olyat, ilyeneket tudnék. De ezek még, ezeket nem tudom, hogy kell megcsinálni. Milyen hangokat adott? Ez nagyon komolyan néz ki, biztos nem cserélném el. Hát pont, hogy olyat akarok szerezni. Milyen hangokat ad? Ez az ember, ez nagyon komoly. Na jó, itt egy újabb. Lehetne lovunk, meg ilyenek, az most nem igazán kell nekem. Ho, ezek ellenem vannak szerintem, mert ezek elkezdtek támadni. Na várjál, ezzel most oda megyünk. De nem bírok oda menni hozzá, hogy felrepültem. A kutyámat nagy megöljétek. Ne. Meg fogják ölni a kutyát, valaki meg is halt. Bundás, ne bundás. Gyere innen vissza, gyere vissza. Ne kell, hogy szedjük, még meghalt, de ő is meghalt. Hát, ezt nem hiszem el. Gyerekek, már megint ez volt. Az egy kihívás volt saját magam felé, hogy ne halljon meg egy kutyám se, erre rögtön mindenki meghalt. És akkor érted, ilyen dobócsillagokkal ölték meg a kutyámat ráadásul. De jó, na most komolyan mondom, szomorú lettem amúgy. Na már, szerintem ők egyfajta bossnak számítottak amúgy, úgyhogy jó, megölték a kutyámat. Olyan szomorú ez minden alkalommal. Kaptunk egy botot, amit fel se bírok már venni, mert tele van az inventorim. Poking stick, ja, ez ilyen visszalökéssel van. Akkor most nézem, ezeket még kisre nyitottuk amúgy. Gyorsan kinyitjuk ezt a very lucky blokkot. Jó, ezzel megint úgy állunk, hogy ezt az ender pearl-eket még itt fel akarom szedni, mert esetleg ezt ugye átalakítjuk, ezeket ismét csak átalakítjuk. Közben valaki ott közeledik, igen, hallom, hogy itt valaki nagyon nézelődik. Hát ez együttés volt megint. Kell még innen bármi? Nem, most már nem. Ugye meg akarom tényleg esetleg még ölni a sárkányt is, hogyha elkeveredünk addig, de make it count, hát végül is felvehetjük, mert lehet, hogy még jól jön majd. Oké. Ne, ez ellenség? Astral Hero, nem, ez nem ellenség. Nem tudok vele cserélni, vele inkább nem akarok összeveszni, jó, maradjunk annyiba, tehát ő vele nem akarnék fájtolni. Elég keményben van itt az öreg, hát nézze még a kardja, nagyobb, mint én magam. Nagyobb, mint én vagyok, konkrétan nagyobb, mint én vagyok. Na jól van, folytat. Ne, akkor majd ők egymásra harcolnak. Tessék, ki lesz a jobb, nézzük meg. Hogy az nem támad vissza rájuk, nem, az meg se üti őket. Akkor majd én legyőzöm őket, mert azért engem is sebeznek rendesen. Ne. Jó, oké. Oké, de miért nem harcol velük az a híró amúgy, azt nem értem, csak arrébb ment. Gyerünk, még vannak egy páran. Na most sebeznek rendesen ahhoz képest, hogy milyen felszerelésem van, úgyhogy lehetséges, hogy itt nagyon komoly boss fightok lesznek majd a videónak a végén. Legalábbis ebből ítélve, hogy tényleg lement egy csomó HP-m. Jó, oké. XP-ben amúgy hogy állunk, még csak 9-es szinten vagyunk. Ez meg itt van bezárva. Hát mi van, rossz voltál? Rád szóltak? Ugye akarnék enchantolni, de hát még nem tudok miből. Jó, folytassuk, aztán majd egyszer csak enchantolunk. Aha, és ezt mennyire építi magasra? Wow, ez egy kemény volt. Na most kipróbáljuk akkor. Ugye van nekem összesen 2 darab gyémántom, ezt kiütöm. És hát így lett egy pár, és én megkaptam a blokkot magát, és kiütök most még egyet akkor. És most tört el. Tehát igazából, igen, lett egy csomó gyémántom, megyek vásárolni. Na gyerünk, nézzük, kezdjük, mondjuk, ki fogad el egyetlen gyémántot? Várjál, már nem is biztos, hogy ez most olyan jó volt nekem. Ővele tudunk cserélni esetleg. Megvesszük ezt. És akkor amint ide rakom, átváltozik? Igen, kaptam helyette 2 Astral Lucky blokkot. Ezek csak úgy követ engem, vagy mi? Hú! Az mi? Az ellenem van? Skeletronnak hívnak? Ez egy ilyen meg, ami igen, az ellenem van. Jó, gyorsan le kell győzzük. Ezt tényleg gyorsan kell legyőzzük, várjál, össze még elmegyünk, még be kell dobni ezt az aranyalmát, hát mindjárt megöl minket. Ez fixen egy boss amúgy, akivel most hamarabb találkoztunk, mint terveztem, de most már én is legalább tudok repülni, úgyhogy gyorsan le kell, hogy szedjük, mert túl erős ez ahhoz, hogy itt maradjon. Áj, nem igaz. Közben a felvétel is lehet, annyira belekerültünk a közepébe itt mindennek. Ki kell kerülni a kis lövését, hát de mindig eltalál, jó, akkor csak ráugrunk simán, és reménykedjünk a legjobbakban. Bum, bum, oké, most eltaláltuk, bum, bum, menekülünk egyet, várjatok, nek ez a creepertől kezdve mindenki itt van. Jó, gyorsan ezt bedobjuk is, már tényleg le kell győzni amúgy, mert ez itt túlságos erős ahhoz, hogy csak itt szabadon ólálkodjon. Skeletron. Oké, legyőztük. És kidobta ezeket az ilyen megcuccokat egyébként. Várjál már, ez lehet, hogy még erősebb is. Aha, ez konkrétan
éjjellátástól kezdve mindent ad, akkor az előbb is, amikor legyőztem valakit és kidobta a cuccait, valószínűleg azt fel kellett volna venni, mert az úgy jobban be van nem csantolva, mint az én cuccaim. Jó, hát akkor úgy látszik, hogyha legyőzök egy bosst, akkor annak el kell venni a cuccait, mert hogy azok sokkal erősebbek. Nézzük, itt vannak például ezek. Ha ezeket felveszem, ezek tényleg be lennének ilyen csantolva? Ez csak Protection, izé... Vagy ez például most éppen gyengébb, de nézzük ezt. Fire Protection 4, igen, ez is nekem max HP-t is növeli, akkor ez most éppen nem erősebb, mint a... mint az enyém. Jó, akkor ezeket itt hagyhatjuk. Na, let's go, folytassuk a dolgainkat, mert sok mindennel kell itt még akkor foglalkoznunk. Már amúgy azt, hogy a Creeper nem bírom együttérsben megölni, az egy kicsikét para, mert azt jelenti, hogy így nem nagyon tudnék például sárkányt fájtolni. Hopp, az mi? Ne, megölték az egyik izé villageremet. Megmérgeztek? Vagy mi? Nem mérgeztek meg senkit. Akkor miért volt annak olyan neve? Vagy ez csak olyan bug lehetett volna? Na, amúgy közben az van, hogy már nem is tudom, hogy hány XP kéne nekem, de ilyen 13-as szint körül tudnám ugye beencsantolni a dolgomat ilyen fullosra, úgyhogy gyorsan szerezzünk meg egy kis XP-t. Bum! Feljött már a nap is, látjátok. Oké, megvan a 13-as szint, de azért elmegyünk inkább 15-ig, mert lehet, hogy amúgy csak rosszul emlékszem a 13-mal. Bum! Hát mondjuk arra már, mire tudnánk menni 15-re, már meghalnak az ellenfelek, mert szétégnek, úgyhogy nem tudjuk őket leszedni. Most lekerüstünk akkor egy tehenet is az XP miatt, meg azt hiszem, hogy majd még egyet. Ó, mondjuk itt van is egy csomó. Jó, megyünk encsantolni a chestplate-ünket mondjuk, azt hiszem azt éri meg jobban. De hát várjál már amúgy, mert azt most megnézed, ez eléggé egybe van, lehet erre nem is tudunk már mit rátenni, ez így már fullba van szerintem. Tehát ezt akarom így megcsinálni, hogy tegyen rá egy Protection 4-et és Unbreaking 3-at. Ha végül is jobb lesz, igen, akkor ezt rá tudjuk tenni. Oké, köszönjük, el is tört az üllő közbe. Hát még Protection 4-et éppen nem kapta meg, de mindegy, azt hiszem. Ez pedig Protection 4, Respiration, ilyesmi. Ezen nincs is Protection, akkor erre rá kéne esetleg tenni, hogyha tudjuk. Nem, ahhoz 14 kell tényleg. Akkor ezt most hagyjuk. Hagyjuk inkább és folytassuk a dolgainkat. Van még 8 ebből. Ne! Gyorsan tedd le! Nem tudom letenni! Ki tudok repülni csak simán. Jó, ez para volt, mert nem bírtam letenni oda, ahogyan szoktuk, tudjátok, hogy megmentsen. Hát ez simán szétégtem volna. De ezeket viszont felbírom amúgy venni! Ja nem. Azt hittem, hogy felbírom venni, és akkor tudok majd repülni, tudjátok, ilyen blazepadrökkel. De egyelőre ez nem az volt. Aha, ez egy óriás asztrális lucky block. Elég menőn néz ki. Ezt kell kinyitni. És akkor átváltozik. Megijedtem, hogy már megint valakit szét kell kaszabolnom, de nem. Szerencsére minden oké. Jó, szavasz. Elindult valamiért arra, úgyhogy akkor hagyjuk. Nem akarok le tényleg most verekedni. Majd ha már a végén... Jó, ki kell repülni megint. Oké. Jó, amúgy ugye hamar megkaptam azt a cipőt, mert így eléggé hasznosan meg tud engem védeni minden problémától. Oké. Ezeket a... De várj, ezeket sebzem egyáltalán? Ezeknek olyan hangja van, mint hogy nem is sebződnének, de meghalnak úgy, hogy sebződtek szerencsére. Láthatatlan valakik voltak, full enchantolt láncruhákban. Wow. Ez egy kicsit úgy fura volt, de ez is egy ilyen boss fight volt egyébként. Bless Potion. Az milyen blessed ad nekem? Random 5 effekt. Méghozzá random 5 darab 5-ös szintű effekt, úgyhogy jelenleg ezek vannak rajtam. Step up repairing. Magic mi az a Magic Focus? Nem tudom, mi történt. És elvileg ezek most akkor javítják a felszerelésemet? De miért van amúgy rajtam flight emiatt, ugye? Igen, ja, oké. Okay. Jó, folytassuk. Lumberjacknek a loot chestjét kaptuk meg. Akkor igen, az a market az erről szól, hogy ezeket a holmikat tudom random megvenni, de a chest ugye sokkal jobb, mert az mindent megad. Hát mondjuk nem, mint hogyha hiányoztak volna nagyon ezek a dolgok. Csillagok, ezek is eldobhatók, explosive sztárok. Ja, de ez fel is robbantja, mihez hozzáér. Jó, ez viszont jó lehet, hogyha tényleg akarunk sárkány fájtolni, akkor ez jól jön. Mert akkor tudom, hogy ide össze is gyűjtöm ezeket most. Meg amúgy gyémán már akkor nem kell, hát nem akarok cserélgetni, az sokkal rosszabb, amit kidobnak ott a marketen, mint amit konkrétan megkaphatok ezekből a blokkokból. Úgyhogy Curse Potion mondjuk az jól jön megint csak a fighthoz. Itt kapok megint minden trúsát. Hát gyerekek, mennyi minden van rajtam, Bless Potion is. Ez most így ennyire jól jött, csak éppen nem akarok senkivel fájtolni, úgyhogy nem veszem túl nagy hasznát, de köszönjük. Ide most bedobjuk ezt a coint, reméljük a legjobbakat. Ja, most már repülök. Ami egyébként oké, okay, de ez most nekem pont nem kéne, mert most el fogok repülni, és akkor nem bírok nyitni blokkokat. Háj, haver. Mennyi ideig tart ez a flight? Remélem, hogy nem sokáig, mert nem érek rá. Oda elmegyek gyorsan és beépítem a fejem fölé. Berepülök oda a fának a lombja alá inkább, sőt, az lesz a megoldás. Figyeld meg, milyen profi ötletet találtam ki. Így ni. És így már nem tudok elrepülni, megtart engem a fa. Lenny the Astral Ice Snowman. És most ő szerintem egy barát, akit meg lehetne idézni. Vagyis barát vagy haver?
nem támadt meg, úgyhogy szerintem barát, mert ugye vannak ilyen barátok is. Star Shooter, ezt most ki akarom próbálni. Power, Flame, Infinity, Unbreakable, oké, nézzük mit tudsz. What? Na azért igen, valami robbalást csinál. Szia haver! Elmegy, úgy látom. Jó, ez jó lesz megint csak, hogyha akarunk fájtolni majd. Gyerekek, kezd most már azért összeállni itt a felszerelésünk. Flaming Beacon. Ja, de most már úgy nem repülök, úgy látom. Oké, most már akkor mehetünk tovább. Ez a Flaming Beacon, ez nem tudom mire volt jó, de ezt itt hagyjuk. Figyelj, én azt mondom, kicsit dobjuk fel most a dolgokat, visszamegyek a ládáimhoz, és nyitunk most teljesen unlucky, astral lucky, vagyis hogy lucky blokkikat. Mert azt hiszem, itt van annak is az ideje. Ja, ezt meg az egy darab nyilvesszőt érdemes megtartani amúgy, igen. És akkor nézzük a super unlucky blokkokat. Na, let's go! Nézzük, mit adsz itt bent a lyukba. Inkább ne itt ennyire közel a ládáimhoz, mert akkor megint az lesz, hogy felrobbantok mindent, azt annak senki nem fog örülni. Ja, igen. Tehát most olyan szinten láthatatlanok, hogy már csak a fegyvereket látom. És így fel is gyújtanak engem. De ez így ennyi volt. Vagy még van valaki? Nem, ez így ennyi volt. XP-nek jó volt, kaptunk amúgy vasat is, hogyha akartunk volna cserélgetni, akkor az most jól jönne. Look up, kirepülünk. Ó, nem, már ezek megvakítottak. Ja nem, oké, visszajött a látásom. Ja, de amúgy tényleg megvakít, de csak átmenetileg. Akkor a fekete az, ami PvP-nél megvakítja az ellenfelet. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon hasznos holmi lehet akár. Te honnan ugrottál le? Jó vagy, öcskös, jaj, egyedeknek kapsz egy ilyen rothat húst, jó? Legyél jól vele. Szegény leesett, az most néz rám, hogy most segítsek neki, mert eltört a lába, vagy nem tudom miért néz így rám. Na nézzük! Szerintem vele harcolni kell, ugye? Overlord, aha, jön felém. Overlord Z, és mindig leszületik egy minion, aki megütöm. Ja nem, csak néha. Aha, tehát ő minionokat tud szülni, és elég erős is egyébként az öreg, úgyhogy gyorsan el kéne gyepálni. Várj, itt nem is kell várni, hogy feltöltődjön ez a kezembe, hanem azonnal tudok felütni. Akkor ez mégiscsak erős, mert a sárkányt igazából le tudom püfölni pillanatok alatt, mert nem kell tényleg feltölteni, tudjátok, az ütést. És akkor kaptam tőle egy ilyen nacit, amit most azért akarok kipróbálni, mert néha sokkal erősebb az, amit ők hordanak. Spring Jump, Fire Pro, nem annyira volt ez most olyan extrán erős, úgyhogy ezt most hagyjuk. Folytassuk itt. Nem, ezek a lucky blokkok, unlucky blokkok kifejezetten csak a legrosszabbakat adják. Oké. Okay. Tudjátok, néha azért előfordul, hogy az unlucky blokkban is jót kapunk, hát nem ebben a modban, itt csak rosszat kapunk. Mert akkor már csekkoljuk le ezt is, hogy neki ez milyen volt. Gyenge, folytassuk. Ne! Jaj, amint megmozdultam, lávába estem, de... És valamiért ilyen szuper gyors is lettem ráadásul, ez fura volt, de ezzel most megbírkóztunk, gyerünk tovább. Ez megöl? Inkább a biztonság kedvéért gyorsan felretültem, mert úgy éreztem, hogy warning. Meteorok jönnek. Reméljük csak egy volt, mert ez egy kicsit úgy mindent tönkre tesz. Jézusom, ez egy kicsit keményebb volt, mint vártam, és most az egész erdőt felgyújtottuk. Szarja a környezetvédőknek. Jó, gyorsan megjöttem úgy, megint ha nem lett volna repülésem, akkor ismételten meghalunk, úgyhogy itt az unlucky, az valóban unlucky. Nézzük, hogy Skeletor, megint a Skeletor, gyorsan meg kell gyepálni. Aha. Most, ha gyorsan megütögetjük, akkor éppen eléggé könnyen leszedhető. Gyilkos bunny? Igen. Méghozzá Evil Space Bunny-k ezek most. Ezek most teljesen ördögiek. Akkor mondjuk nem értem, miért menekülsz, ha ilyen nagy jampi vagy, ekkora ördög vagy. Ami jó nagyon sebzett, az is tény. Na és utolsó unlucky. Inversion. Ez mit csinál velem? Hogyha ezt rádobom valakire, akkor az leveszi róla az összes létező poti hatást, ami pozitív. Vagy pont, hogy átalakítja negatívjára? Az mondjuk jól hangzik, mert hogyha tényleg megint csak PvP-zni akar az ember, Skeletor, megint. Ja, de most már lassabban tudok csak ütni, mert ez egy poti hatás volt rajtam az előbb, hogy olyan gyors voltam. Úgyhogy nem szabad azért elbízni magam, nem vagyok legyőzhetetlen. Szóval a lényeg, hogyha tényleg PvP-zni akarnék. Ó, Treasure Maze! Set, go! Meg kell találnom 20 másodperc alatt a treasure-t. Találtam egy ilyet például, oké. És mi volt, ha nem találom meg? Vagy ez már az volt, vajon? Fene se tudja, lehet, hogy kár volt megállni. Szerintem, jaj, itt már voltam, jaj, ne! Összekevertem magamat. Aha, itt van Ferry, őt kivesszük. Mit adjak érte, gyorsan? Ah, oké, lejárt az idő. Éreztem, hogy sietni kell. Találtam egy Ferryt, találtam lucky blokkokat, csak kár, hogy tele volt az inventorim amúgy. Na jó, kezdésnek eldobjuk ezt a super lucky-t.
király. És mit tud ez? Mert nem bírom elolvasni, annyira sok minden van rajtam. Aha, hogyha egy HP-ra csökkenek, akkor megmenti az életemet, és ad 10 HP-t, vagy hogyha megeszem, akkor azonnal a 10 HP-t. Ezt megmentjük, ez kb. Ilyen Totem of Undying szinten van. Jó, jó, nagyon-nagyon jó volt ez a kis mézes kis minigame. Valószínűleg ez volt akkor az egyik, ami ott van a ládákba is belerakva. Ez így... Köszönjük igazából, nem nagyon kell ez most. Menjünk kicsit inkább közelebb mondjuk ide, egészen idáig. Extra life? Na várjál már, mi az extra life? Közé itt nagyon engem felrobolcson egy creeper. Revival 5. 20 HP-t ad, hogyha meg akarok halni? Oké. Hú, az ott mi volt? Várjál már. Lucky sword bow, ez egy kard íj. Ami hogy néz ki amúgy? Tényleg úgy néz ki, mint egy kard az eleje, de lehet vele íjászkodni? Méghozzá elvileg gyorsabban, arra nem akarok rálőni, de mondjuk ott egy creeper. Elsőre eltaláltam, és elsőre meg is halt egy lövésből mármint. Ez ennyire erős? Ezt most akkor tesztelgetjük majd. És ez is Infinity Flame, 7-es a damage-e, lootingot is ad. Várj, ez mondjuk a looting az nagyon jó, hogyha... De hát már megvannak nekem a szemek. Jó, akkor nem kell nekem looting, nem baj. Menjünk tovább, ide be kell dobni megint a coint. Shooting Star, kösz. Ez mindig annyira fantasztikus. Ez már nem emlékszem, hogy melyik volt, de... Aha, ez jó tud lenni. Ezek is kellhetnek, ezeket nem dobjuk el inkább, mert azok unlucky-k. Oké, szinte megint olyan mindenség lett rajtam, hogy csak na. Ez kb. A halhatatlanság szintű. Mostanában kéne akkor kipróbálni esetleg egy boss fightot, ha már megint így be vagyok nagyon addolva mindenféle. Jaj, ne! Ne! Spinning? Mi az, hogy spinning? Most mi történik? És fogy le a levegőm is, és nem látok. Most mit csináljak? Várja, van nekem egy ilyen antidótom, vagy micsodám? Most, gyerekek, most mit csináljak? Én most fent vagyok a csillagok között, most látom. Fent vagyok a csillagok között, és minden repül? Vagy én repülök? Ez most, gyerekek, az asztrális kivetülésem. Érzem a jövőt, meg látom a csillagokat, meg a horoszkópom is most már kezd életre kelni. Nem tudom most, hogy csinálják-e amúgy bármit. Mert le fog fogyni a levegőm, azt én úgy látom, de ezzel tudok bármit kezdeni? Ajaj. Ezt meg eldobtam, itt dobtam el, véletlenül eldobtam valamit a fenébe. 4 percig spinning van rajtam? Ezt lehet, hogy pont azt dobtam el egyébként, ami levenné rólam a dolgokat. Nyilván az ez lenne. Ja, de ezt meg nem megint tudom, hanem eldobni. Aha, most ezt sebződök is. Zseni. Ez zseni. Most addig fogok sebződni, még meg nem halok. Most hol vagyok amúgy? Várjátok, lövök egy ilyet és meglátjuk, hogy mi történik. Hát... Nem tudom. Van egy olyan érzésem, hogy ez valami valóságos, spirituális megébredés, mert hogy összesen csak azokat a beaconokat látom meg a csillagokat. Kezdek már amúgy elég elszédülni. Ötletem sincs, mit csináljak. Hát most valahogyan próbálok így googolni, és hát ha akkor lejjebb jutok valahova. De nem hiszem, hogy itt változik bármi, ha lefelé lövök egyet. Ah, itt beleállt a földbe. Itt akkor most a földön vagyok, akkor viszont... Ne, itt egy creeper! Majdnem felrobbantottam magam, felrepültem, most visszajöttem, igen, már kezdek amúgy látni, kezd visszatérni a józan eszem. Van akkor, hol van az a poti, amit el akartam az előbb dobni? Ez itt, elvileg ez leszedi rólam az összes effektet, nem? Hát nem, konkrétan semmi nem történt, ugyanúgy csak a csillagokat tudom látni. Hát én szinte megőrültem teljesen. Hú, wow, itt voltam végig. Na, skacok, annak érdekében, hogy tudjuk folytatni a videót, mert kb. Egy ilyen 2 percig itt várakoztam, hogy legyen valami történés. Megittam a tejet, hogy leszedje magamról az összes hatást. Nem tudom ez mi akart lenni, de nekem ebben ennyi elég volt, mert nagyon elszédültem, úgyhogy oké, itt vagyunk. Folytatjuk és nézzük, akkor 49-et kell még gyorsan végig speedrunolni. Ezek mondjuk itt lehet akár jó is, és akkor a kardal amúgy le tudom ütni, de hogyha akarok, akkor meg íjászkodni is tudok. Az mekkora? Itt ütök, ott meg lövök, ott egy mage. Fogom magam, becélzom kb. Így. Kicsit még feljebb. És ez az, van satolja. Jó, ez most miért kezd tetszni nekem. Random negatív effekt, instant health, ja, ezek csak ilyen alappotik. Random teleport. Kimerjem ezt próbálni? Az a baj, túlságosan kíváncsi vagyok én ezekhez a potikhoz, úgyhogy oké, ki fogjuk próbálni. Ide átjöttünk. Jó, nem történt probléma, csak kíváncsi voltam, hogy mit tud. Na de, nyomassuk akkor tovább. Poisonless Mage Robe. Nem tudnak ezzel... Á, de ez nekem már túlságosan erős szerintem ahhoz, hogy kelljen. Kipróbáljuk azért, hogy... Nem, gyengusz, nem kell nekünk ilyen. Gyenge. A szemek jól jöttek, de... Á, nem akarok most a Blaze Rodokkal szórakozni. Van nekem már éppen elég mindenem. Kaptunk egy kutyát! Lucky Papi! Lucky Papi, milyen jól hangzik közben. Oké, végre van egy új kutyánk, aki rögtön meg fog halni. Gyorsan valamit csináljatok már, ne meg fog halni. Oké, túlélte?
Igen, túlélte, jaj, de örülök neked, haver, végre valakit újra meg tudok védeni. Oké, menjünk tovább. Look up. Aha, most sikerült ide tennem, így most nem fogok meghalni. Ezt meg itt akkor szépen kibányászunk és kimegyünk innen. Tegyünk arra, hogy meghalljon tényleg ez a kutya is. Random potion nem kell. Spring loaded már volt pár. Pumpkin pie. Kösz. Nagyon kellett nekem. Csillagokat meg tudjuk ugye enni. És akkor adnak valami jó dolgot. Oké, de bedobunk valamit. Most éppen vasat dobunk bele, mert még már megint repülni fogok, akkor gyorsan megint bemegyünk a falá. Jó, hát én most már kezdem úgy érezni, tényleg készen állunk, hogy legyőzzük az összes mindenféle boss-t. Elég el is kezdek már fáradni amúgy. Starry Hat. Most elrepülök, hogyha kimegyek, de majd azt később felvesszük. Esetleg ott valami. Megint valami kis sapka. Úgyhogy igen, szeretnék most már egy kicsit belehúzni, mert 1000 éve tart már ez a videó, és úgy érzem, hogy még van hátra belőle, úgyhogy tényleg azért pörgök most már jobban. Equip Starry Hat, Protection 10. De hogyha már van valami a fejemben, akkor nem tudom felvenni, szinte azt nem vesszük fel, mert ez csak egy Pro 10, de ezen azért sokkal jobb cuccok vannak, mint a Night Vision például. Ezeket itt hagyjuk. Love. Ez mi? Love-ot csinál? Rádobom az Ender Dragonra és akkor barátok leszünk, vagy mi ez? Most ebből viszek akkor kettőt is, hogy kipróbáljuk majd. Oké, jelen már van. Ugye az is enchantolva van, ami nekem van, igen. Oké. Love. Epic Lucky Potion. Na, hogyha valamire, akkor erre viszont kíváncsi vagyok. Mondjuk ehelyett. Menő. Jaj, ne! Ne, ezek most mind meg akarnak engem olyan támadni? Úgy látom, igen, és van Blaze is, de várjál csak! Ha ezzel előném a Blaze-t, még mielőtt meghal, akkor annyi Blaze rodot adnak ki elvileg a looting miatt. Vagy ez nem ez az így, ami lootingos? Az nem ez. Várjátok, az ez volt. Csak ki akarom próbálni amúgy tényleg, hogy mennyire jó ez a lootingos így. Igen, és az ott azért van egy pár darab. Felvesszük megnézni, hogy ez hány darab úgy pontosan. Ja, csak kettő. Akkor nem volt egy túl nagy loot azért benne. Na mindegy, lényeg, hogy most tényleg annyira komoly cuccaink vannak, hogy bármikor leidézhetjük szintem akár az összes boss-t is egyszerre, bár amúgy ez is kb. Egy boss dolog lehetett, nem tudom, hogy ez most mi volt, de... Nem kell elmenni szerintem már, még éppen egy darab kéne. Hogyha még egy darabot tudnánk szerezni, akkor már nem kéne elmenni levadászni a... Aj, várjatok, nincsen meg a kardom. Szóval közel vagyunk ahhoz, hogy ne kelljen konkrétan még megkeresni se az endportált, de sajnos egyedül ott még... Ne! Jaj, bocsi! Jaj, megütöttem a kutyulit, ne már, sorry, nagyon sajnálom. Aj, ezt nagyon nem akartam. Mr. Rainbow, kösz, Bless Potion. Belaggoltunk egy pillanatra. Jaj, kaptunk egy fejet, igen, az már volt előző részben is. Ezek valami ellenfelek voltak, akik rögtön meghaltak. Jó, Speedy Bacon. Bum, várjál, ezek itt most teljes null dolgok, ezeket most ki akarom próbálni, csak már annyi mindenem van, jó, akkor ez nem kell. Tehát ez itt a, ez az a hatalmas kard, ami az egyik ellenfélnél volt, ami egyébként így néz ki kézbe. Ezt nem mondod komolyan. Na várjál, de mennyire erős, amúgy már nincsen semmilyen encsantja. Még egy, na jó, ez nem kell. Hát konkrétan még le se tudta szedni a tehenet együttésből. Aranyalmák azok mindig jók. Ezek is lehet, hogy jók, de nem lehet őket össze-stackelni. Egy kristály, kösz. Withering Beacon. Csillagok. Cuccok. Ha, most megint meg kell keresni a dolgot, ugye? Keressük meg gyorsan akkor. Csak mindjárt meg meghalok, rajta van a Wither effekt. Meg kell keresni a legnagyobb... Jó, ez nem kell nekem. Menjünk akkor... Ez mondjuk kellhet nekem, de mit adjak ért a húst odaadom? Gyorsan, le kell vadászni most nem fogom megtalálni a kis treasure-t ebben a pályában. Ott? Nem sikerült, de legalább ezt még így gyorsan kimentettük még a vége előtt. Jó, úgyhogy ez egy teljesen lucky blokk legalább, ez még akár jó is lehet. Még egy hit count, az már nem kell nekem. Skeletrons Starship. Ez egy ilyen leidézhető dolog? What? 200-as Y magasság alatt kell megidézni ezt a shipet. Ezt most ki kell, hogy próbáljam, skacok. Ezt most ki kell, hogy próbáljam. Valahol a hegynek a tetején például. Mondjuk itt most leidézzük ezt a shipet. Lehet, hogy egy hatalmas nagy boss fightnak fogunk most így elébe nézni. Skeletrons Starship. Ja, ott van! Oda idézte meg, és akkor fel tudunk repülni, mert szerencsére már megvan ez a cipő nekünk. Másképp amúgy konkrétan fel kellett volna építkezni, vagy nem tudom. És akkor így néz ki ez a hatalmas nagy űrhajó. Ezzel jött Skeletron, tudjátok, az a boss, akit az előbb legyőztünk.
Azt a mindenit, ezt jól megcsinálták amúgy, hogy csak kiütelési megépíti ezt az űrhajót. Hát nézzük meg akkor a belsejét is, én azt mondom, lássuk, hogy mi van bent. Úgyhogy bemenjünk itt például? Nem akarok tönkretenni semmit, remélem, hogy nem csináltam rosszat. Skeletron's Quarter, tehát oda külön lehet bemenni, itt egy Lucky Block még pluszba. Ne, Skeletron, nem akartam bajt, bocsé, bejöttem, csak be akartam nézni, ez csak a crewmemberje, ez csak valaki a hajóról, tehát ez nem pont Skeletron maga volt, és akkor itt vannak a képek arról, hogy hogy hova tartanak például, vagy nem tudom, ami ilyesmi lehet. Aha, jó munkát végeztél a motoron tegnap, 5%-kal jobb lett így most már a hatékonyság. Hát figyelj, hogyha idején be akarok menni, valószínűleg ott rögtön Skeletron lesz, úgyhogy inkább nem megyünk be, hanem menjünk erre tovább szerintem. És akkor itt most megint egy crewmember van, akit le kell győzni. Jó. Aha. Ezeket lövi ki a kezéből Skeletron, meg úgy látszik akkor az emberei is. Ugye, hogy ez egy Skeletron, aki ugye adja az utasításokat, itt most éppen adja a személyzetnek azt, hogy töltsétek újra a kézágyukat, amúgy csak így hívják, mert tegnap egy küldetésen kifogyott, és akkor ez volt az ő feladatuk. Nézzük, hogy itt milyen feladattal bízta meg őket, gyorsan őt is le kell győzni. Aha, és akkor itt vannak megint ilyen helyek. Aha. Aha. Jó. Na mindegy, most viszont elérkeztünk, akkor úgy látom a hajó orba. Itt van az egyes számú sugárfegyver, és a kettes számú sugárfegyver, ez lőni is tudom úgy? Aha! És akkor ez is. Aha! És ez mit csinál? És így egyszer csak elindulna a hajó. Gondolj már bele, az milyen komoly lenne. Menjünk le akkor ide alulra is, megnézzük, hogy itt mi van, de itt nem fogok tudni majd feljönni? Nem baj, majd kiütjük utólag, vagy valami. Igen, hogyha ezt itt kiütöm, akkor mi fog történni vajon? Ah, újabb emberek! A hajó fedélzetéről az egységek meg akarják védni a hajót, de akkor lehet, hogy az előbb, amit kinyithattam volna Skeletronnak is a sarkát, mert szerintem itt most előbb-utóbb fel fogom robbantani a hajót, valamiért megy olyan érzésem. Jó, nem baj, menjünk tovább, meg ameddig nincsen baj. Oké. Okay. Ez itt most éppen az ebédlőjük. Oké, okay. Kezd összeállni a kép, és mit kajálnak? Aha, ezek mondjuk jók, ezt el is viszem, ezt kell nekem. Aha, itt azt írja, hogy elromlott ez a része a hajónak, mi ez itt a bejárata. Oldjátok meg, léci. Akkor itt kellett volna, hogy bejöjjünk, értem, oké, okay, elnéztem valamit, de... Ja, azt hittem, ez csak egy ilyen kis szárny, vagy valami. Tehát akkor itt kellett volna bejönni, és akkor így jöttünk volna ugye végig sorjába a dolgokkal, és akkor végső soron tényleg legutolsónak mentünk volna be Skeletronnak a sarkába, úgyhogy most bemegyünk az ő sarkába, és megnézzük hát, hogy mi lesz itt. Szerintetek? Szerintetek? Igen, jól éreztem, hogy Skeletron lesz az. Aha, elég erős amúgy még itt is, de... Épp idő még legyőztük, nem haltunk meg. Mit csinálsz a hajómon? Ennyit mondott csak, semmi többet. Aha, kaptunk ilyeneket, ez nagyon jó lesz, mert akkor tudunk majd repülni. Ez most szerintem jobb, mint ami eddig volt, úgyhogy szépen kicseréljük így. Amúgy, hogyha minden igaz, akkor ez már lassan el fog törni a nadrágom, úgyhogy arra majd oda kéne, hogy figyeljek. Elveszünk mondjuk egy 64-et ebből, mert ez jól jöhet. És akkor szerintem kimaxoltuk a hajóját, folytassuk a videót. Na, az utolsó 6 darab standard. Most kaptam egy kis baby csirkét is. Most akkor rá kell majd vigyázni. Jó, ez most nem nagyon érdekel. The worst day ever, az, ami nagyon-nagyon rossz poti lehet. Ő nem akar velem háborúzni. Ő pedig cserélne velem, hát biztos nem adok olyat. Hát pont, hogy azt kéne nekem, csak egy darabot adj már, légy egy endportált. Nem ad nekem endportált, még annyira jól jönne most. Egy darabot... Ő ellenség, ugye? Ő aztán ellenség bizony. És... Most persze nem támad engem ez a másik is. Gyerekek, ez milyen erős, hát mindjárt meghalok szerintem. Nem tudom már hányat ráütöttem, de mi mindig itt vagyunk. Hát, Astral Bizarre, közben megjegyezzük a nevét. Mindjárt el fog törni tényleg a nadrágom, de most kaptam egy új nadrágot. Azt a mindenit. Hú, ez egy kicsit kemény összecsapás volt. Hát ez a nadrág, ez nem jobb, mint az enyém, úgyhogy nem tudom amúgy a nadrágomat megjavítani esetleg? Már volt egy olyan potim is egyébként, ami javítást ad. Úgyhogy lehet, hogy majd akkor azt kell, hogy megígyam. Jó, mindegy, úgyis már túl sok poti van nálam, úgyhogy megiszunk egy olyat. Jó, nem pont azt, meg nem pont azt. Mondjuk ezt megisszuk, ez ad nekem 5 random dolgot. És egyik sem volt javítás, ami nem túl szerencsés. Na, mindegy, erre a kettőre már igazából nem kell most túlságosan megjavítani szerintem. Több boss már talán nem lesz. És majd amikor megyünk a fő boss fight-ra, akkor majd bedobom azt a nagyon komoly potit. Micsoda? Luck Smite? Na igen, lehet, hogy kár volt mindig elszórni a gyémántokat. Ilyen már van szerencsére. Az nem annyira kell. Lucky, aha. Epic Lucky Potion 14-ért. Kár, hogy már nincsenek gyémántjém, azt meg kéne venni. Szerencsére, hogy pont van még egy ilyenem, de az nagyon-nagyon jó deal lett volna. Na, és közben amúgy, már csak ezek vannak hátra gyorsan. Igen, futnom kell, azt mondja, de azt hiszem, ilyenkor nem történik semmi, csak beijeszt. Az nem kell.
további lucky blokkok persze. Oké, ezek mondjuk jól jönnek. Na jó, skacok, az összes lucky blokkot kinyitottam, amit csak el lehet képzelni. Úgyhogy azért még egyszer átnézem, hogy nem hagytam neki véletlenül valamit. Te meg itt mit csinálsz, haver? Mondjuk az az érzésem úgy, az a kassa, ez nem a legerősebb dolog a világon sajnos, úgyhogy nem annyira jó a felkészültségem, de a védelmem viszont igen. Ugye ezek voltak azok, amiket, jó, ezeket még először gyorsan kinyitjuk. Tehát a Mushroom House-ban még nem voltam, a Market már volt, a Skeletor Starship már megvolt, ez a három még ugye nem volt. Ezt is egy 220 blokk alatti magasságba kell megidézni. Itt akarom valahol megidézni, hogy mondjuk közel legyen ez az űrhajóhoz, mert az úgy lehet, hogy menő lenne. Ja, ott meg a petcsike nem van. Azok meg ott fájtolnak egymással, nézd már! Jó, ezt most akkor megnézzük, ki fog vajon nyerni? A gyerekek megölte a varázsló, azt rám néz, hogy büszke vagyok-e rá. Na nézzük, mi volt ez a Cloud Dwelling. Ez azt hiszem, hogy fel fog engem lőni. Igen, és akkor pont itt vagyok a tetején a felhőnek. És akkor ők vannak itt. Aha, random effect. Jó, hát ezeket most nem fogom elvenni, mert ez nem túl nagy cucc. Ez így ennyi volt? Ők ilyen tudósok, akik itt a felhőt tanulmányozzák? Még az tényleg a felhőnek a magasságába. Jó, ez egy ilyen kamu felhő, egy felhőből készült ház, hogy ne vedd észre alulról, hogy ők itt amúgy tudósok, és éppen a világot akarják leigázni. Valami ilyesmit tudok elképzelni, menjünk tovább. Mushroom House, ezt csak simán meg kell idézni valahol, ahol nyílt terepen vagyunk. Uh-huh. Tehát ez az, amire gondoltunk. Ez itt egy ház, ami konkrétan ténylegesen egy gombából van. Üres ládák, hát jó, itt nincs túl sok látnivaló, köszönjük ezt a házat. Redstone Rocket, megint valakivel fájtol az a fú emberünk. De győzted, haver? Jó, szép munka, ügyes vagy. Most ne engem támadj már! Ja, a zombit támadta, azt hittem, hogy velem van már baja. Ez mit mond? Ezt is csak valahol meg kell nyitni, egy rakéta lesz. De várjál, hogy ez így működő rakéta akkor? Van itt egy ejtőernyő benne. Én beleülök ebbe. És megnézzük, hogy... És ezt meg tudom fogni a kezembe, és akkor le tudok ejtőernyőzni. Na nézzük, még amúgy tényleg a szemüvegem is jó hozzá. Gyerünk, kipróbáljuk, hol van. Lássuk, hogy mi lesz. Kilövés! 3, 2, 1. Hogy már emelkedek amúgy? Várj, most kiugrok. Hogy már én emelkedtem amúgy. Ez már maga a rakéta, ez így felmegy az égboltba. És amúgy, hogyha nem lenne rajtam a cipő, akkor ezzel tudnék így ejtőernyőzni esetleg? Mert hogy így itt szállok lefelé. Jó, ez az ejtőernyő, mondjuk ez nagyon epik. Na akkor, skacok, ott tartunk, hogy kinyitottam most már abszolút mindent, és kinyitottam ezeket az extra kis helyeket, vagy hogy is nevezzük ezeket. Ja, ez nem az volt, ez volt az, igen. És akkor most mehetünk tovább. Ezek a minigémek, igen, a Treasure Maze már megvolt. Akkor nézzük a Guest Huntot, és nézzük a Find the Nether Star-t. Ez csak egy minigém, úgyhogy ezt bárhol kinyithatom szerintem, de azért inkább egy kicsit arrébb megyek. Valószínűleg le kell majd lövöldözni a gasztokat, úgyhogy készállok itt az így a kezemben. Aha. Amikor egy pár, hogy 10-et kell megölni ahhoz, hogy sikeres legyen a küldetés. Ez eddig 2 volt talán, 3. Gyorsan le fog járni az idő, gyertek közelebb, ne menjetek ennyire távol. Mit kapok, hogyha sikerül amúgy teljesen? Nagyon kíváncsi vagyok, csak egyre messzebb vannak most már. Jó, repülnöm kell, mert ezek elmenekülnek egyszerűen. 8, 9, gyorsan még egyet, gyorsan 10, meg vagyunk! Sikerült, 11/10, és akkor most nyertem. Nézzük. Kaptam egy emeraldot, kaptam Dark Dwelling Starokat is, 15-öt vagy 8-at, hogy ezek ilyen külön, aha, Nether Star, tehát mindenféle különböző díjakat kaptam a megölt gasztokra. És hát igazából itt vannak a földem, mert első fértek nálam, hát nem hiszem, hogy szükségem van rá, úgyhogy ez csak így játéknak jó volt, egy kis minigémnek. Szerintem ez így ennyi igazából. Oksa, és akkor van nekünk még egy Find the Nether Starunk is, azt mondjuk előjük akkor itt. Keresse meg, hát hát hogyan? Itt van, látom, hogy hol van. Tessék, megtaláltam. Hopp! Haver közben besegített itt a keresgélésbe. Fel is robban minden más. Hát megvan a Nether Star. Akkor szerintem így nyertem igazából, de vajon mit nyertem, kíváncsi leszek rá. Ez amúgy tetszik, ilyen visszaszállálós kis minigémek vannak benne. Nos, ennyi? Nem látok semmit, de lehet azért, mert hogy tele volt az inventorim. Ha mindegy. Megoldottuk, az a lényeg. Na jó, most már akkor tényleg ott tartunk. Be akarok írni egy nappalt amúgy, hogy kicsit jobban tudjuk látni, hogy akkor most mi hova tartozik. Eljött annak az ideje, hogy már megcsináltuk az összes minigémet, már megnéztünk mindent. Szerintem ideje lesz akkor ezt a creepert össze is leütni. Oké. Okay.
Most bedobom ezt a super extra mega potiont, ami elvileg feljavítja, mert a repairing miatt érzem, úgyhogy a nadrágom most már majdnem eltört, hogyha ezt bedobom, akkor elvileg meg kell, hogy javítsa majd, nem? Aha, igen, javul, szuper, nagyon jó. Oké, itt vannak ezek a barátok. A Snow Mage-et ugye már ismerjük, Astral Dark Snow Mage, Poison Snow Mage, ja, ez az összes amúgy Snow Mage, és én nem tudom, hogy nekem melyik volt. Már meg volt a Lucky Puppy, és volt egy csirke is, de azt most megint csak nem látom. Nekem Ice Snow Mage-em volt, rájöttem közben. Figyelj, ezeket akkor elviszem szerintem sorjába mindet. Megidézzük őket, aztán még rámegyünk a bosszokra, és meglátjuk, hogy hányat sikerül majd legyőzni, mert hogy igazából van egy pár. Astral Bob, a Spawn, az Astral Wizardot már legyőztük, az volt a legfőbb boss szerintem. Mindegy, megnézzük Astral Bobot, mert egy kicsit most összekavarodtam amúgy, hogy ki kicsoda. Megidézzük Defender of the Universe, köszönjük. Astral Snow Mage, Astral Fire Snow Mage, Poison Snow Mage, Dark Snow Mage. Jó, oké, itt most már egy teljes bál van igazából, egy ilyen állarcos bál van az összes mindenkivel, és akkor most még Astral Bobot megidézzük, minden a kezemben valamire szükségem lehet. Gyerünk, nézzük ki az az Astral Bob. Az ott a kardja? És mi ez a sok sebződés? Az úgy kicsit kemény, de amúgy rájöttem, hogy nem is ő sebez engem, hanem konkrétan ezek a hú emberek, úgyhogy igazából jobb is, hogy távolabb megyünk tőle. Hát ennyi volt Astral Bobot legyőzni, kicsit kemény volt a kar, és azok meg egymást verik már, hát végén van. Kösz, sokat segítetek amúgy. Nézzük akkor a következő bosst. Overlord Z-t ugye már legyőztük, Skeletront már legyőztük, Astral Hero-t ugye nem kellett legyőzni, de végül is elvisztük, mert akkor majd legyőzzük, mert eddig nem tettük ezt meg. Spawn Haunted Sword of the Heavens, tehát ez itt a kísérletet járta mennyek kardja, vagy valami ilyesmi. Gyorsan el kell győzni, mert megtámad engem, vagy nem tudom, ez most itt támad engem? Ja, ott van, ez láthatatlan, és akkora hatalmas egy kardja van, ami egy kicsit úgy para. De egyébként nem üt meg engem, úgyhogy nem is értem, hogy miért nem ütött meg. És a kardját meg nem kaptam, meg pedig az igazán jó lett volna. Most akkor leidézzük gyorsan az Astral Hero-t, és most meg is támadjuk, mert eddig ugye nem támadtuk meg. Mondjuk mennyit üt rám? 6-ot kb. Hát gyerekek, fullos felszerelésben akkorákat üt rám, hogy majd meghalok. Annak mondjuk komoly kardja van akkor tényleg, nem csak kinézetre. Nem szabad közel engedni magamhoz, mert úgy érzem, hogy meg tudná engem ölni. Jó? Oké, ez így jó, hogyha megtartjuk ezt a távot. Figyelj, olyan felszerelésem van, hogy az hihetetlen, olyan potik vannak rajtam, ami elképzelhetetlen, és mégis olyan ereje volt, hogy majd meghaltunk. Jó. Hopp, mondjuk ez jó volt ez a cipő, most én elnézem utólag. Lehet, hogy ezt... Ja, de nem, mert nekem a repülőcipőm van. Jó, akkor go vissza. Oké, hát a bosszok azok nem gyengék. Haunted Heavenly Axe, ja, ezek mind akkor csak ilyen láthatatlan fegyverek, kvázi. Igen, ez egy ilyen hatalmas nagy csákány most meg. Mondjuk ezek nem ütnek meg engem, úgyhogy ezzel nincsen túl nagy baj. Lehet, hogy lesek én amúgy, hogy győzzem őket, akkor miért bossnak nevezik. Jó, bedobunk egy Golden Apple-t, miért is ne. Spawn Astral Mage, ugye ez volt az az astrális mágus, akire az előbb gondoltam, de lehet, hogy nem pont ő az. Nem, ez kicsit ilyen egyszerűbbnek tűnik, igen, ezt gyorsan le lehetett ütni. Akkor lehet, hogy tényleg mégiscsak azt a fő extra boss-t öltük meg akkoriba. Astral Fire Mage, ezek ugyanazok lesznek, mint a... hogy hívják? Hú embereknél, aha, ez csak így ennyi, hogy ez most éppen tüzet dob, a másik pedig nem tudom mit dobott. Astral Ice Mage, Poison Mage, Dark Mage, Explosive Mage. Ezek itt ugyanazokat csinálják. Úgyhogy szerintem a Spawn Astral Wizard, ez volt az az extra erős boss, úgyhogy most őt fogjuk akkor leidézni, és megnézzük, hogy... Igen, őre emlékeztem. Jaj, meg is vakított engem, de jó. Nem tudom, hogy hol vagy. Itt van, végre megtaláltam. Aha, ez itt tényleg erős. Hogyha ezt most szem elől veszteném véletlenül, mert eltűnne, mint ahogyan most majdnem el is tűnik, hol vagy, akkor biztosan tudnám legyőzni, mert soha többé nem tudnám megtalálni. Oké, most itt a lehetőség. Oh, király. És neki enchantoltak voltak ezek a sztárjai? Aha. Hát figyelj, én azt mondom nektek, ha már itt tartunk, akkor kíváncsiságból nagyon-nagyon gyorsan levadászom nektek az Ender sárkányt is. Hova is tettem a cuccot? Igen, sajnos ezt magunkkal kell vinni, és le kell tényleg a portált magát is vadászni. Úgyhogy megindulunk ebbe az irányba, aztán majd szólok. Amíg azért azt remélem, hogy nem 100 000 blokk után fogok csak rátalálni, ott volt egy lucky blokki, amit most nem nyitok ki. Elrepülünk mondjuk egészen eddig, itt lövünk még egyet. Még mindig. Szerintem ez egy év lesz. Azért mondjuk itt nyilván sokkal gyorsabb, kvázi kreatívba vagyunk. Előttem közben még egyet, mondjuk ez véletlen volt. Ott van, lehet, hogy már akkor túljöttünk. Mondjuk lőjünk egyet így itt. Aha, visszafelé kell menni. Most meg oda. Szerintem, ezt most fel akarom itt venni ténylegesen. És itt ellőni, és akkor most meglátjuk, hogy jó irányba vagyunk-e. Most megint erre. Jó, itt kell lemennünk, szuper. Nyilván amúgy az összes alkalommal mindig a vízen keresztül kell lejutni.
de azt hiszem, hogy van egy olyan csákányom szerencsére, igen, amivel szerintem gyorsan lent leszünk. Aha, egy kicsit ez így gyors lesz. És amúgy Night Vision-öm is van, szóval még egyszerűbb akkor a dolog. Oké, rögtön itt vagyunk, ahol kell lennünk. Ezt nem mondod. A világ leggyorsabb portál találása. Erre mennyi esély volt, hogy egy az egybe pont ide fogok majd lejönni? Jézusom, mondjuk erre se volt sok esély, hogy üres. Hát még jó, hogy van 15 darab. Hát ez nem sokon múlt. Hát gyerekek, ez nem sokon múlt, hogy nem tudjunk átmenni. Na jó, gyorsan végig szórjuk már, én sem nagyon érek rá, úgyhogy bele akarok húzni, le kell győzzük a sárkányt. Nem lehet többé szórakozni, megvan a portál, és minden kézbe van, aminek kézbe kell lennie, esetleg még ezt ide tesszük. Potizzunk esetleg. Ajaj, igen, a love potit jól jelen nem felejtettem, ezt kell majd rádobni a sárkányra. Ezt az extra life-ot azért bedobjuk, hát ha szükség lesz majd rá. Jó, hát akkor két love poti a kezembe lesz, hogyha úgy adódik, akkor ezt megpróbálom majd rádobni a sárkányra. Nagyon érdekel, hogy mi fog történni. A legjobb elképzésem szerint ugye nem fogunk többé harcolni, mert hogy szerelembe esik majd velünk, hát meglátjuk. Na gyerünk, csak nagy elvétsem amúgy a dobást, az mondjuk nem lenne jó. Ezeket azért kiszedjem gyorsan, ha már így itt vagyok. Ú, az még mekkora izé villámcsapás volt. Azt hittem, hogy meghalt a sárkány egy lövésbe hirtelen, hogy eltűnt a HP-ja. Még jó nagyokat szerződik amúgy valóban, pedig még csak a kristályokat lövöldözöm. Íj, mekkora szájpolás, öreg! Íjjáj, nekem ez nagyon komoly vagyok. Így át tudom esetleg dobni? Á, nem akarom, hogy attól félek, el fogom véteni a dobást. Ügyesnek kell lenni, nagyon-nagyon ügyesnek kell lenni. Most, így. Hát rádobtam, de nem történt semmi. Akkor megvárjuk azt, hogy lejöjjön ide a középre valahova. És majd akkor fogom rádobni, hogyha már ott lesz. Még olyan tolsz van rajtam amúgy, hogy konkrétan lesebz saját magát már a sárkány. Na, gyerünk ide. Haver, hát gyere már ide, haver, nem akarok utána rohangálni. Egy lövés amúgy mennyit sebez rajta, arra még kíváncsi lennék. Ó, nem is annyira sokat, azt hittem, hogy sokkal erősebb vagyok. Háj, haver. Azt mondom, hogy lehet, hogy semmit nem is csinál ez a Love Potion, csak így rá vagyok szedve. A felirat miatt azt hiszem, hogy majd valami szuper dolgot csinál. Na most! Hát ennyi? Sikerült a dolog, de nem történt semmi. Azt hittem, hogy majd tényleg összebarátkozunk. Na jó, ideje legyapálni azt hiszem akkor a sárkány haverunkat. És ötlen meg azt megnézem, hogy egy ilyet dobok rá, vagy egy ilyet. Na ezt az extra vizárdos dolgot rádobom. Aha. Ezzel amúgy, mintha tényleg elvakult volna. Úgy néz ki, mintha azért fordult meg. Na most a saját magamat is, ügyes vagyok. A gyerekek azért ez a leggyorsabb sárkány fight az egész világon. Komolyabb bosszoknak hittem azokat, akik lent voltak ott, akiket ugye leidéztem még az előbb. Legalábbis ez az asztrális vizárd az komolynak tűnt. Aztán ezt mégis ezt pedig a legnehezebb megölni. De végre ezzel megölünk skacok, úgyhogy igen, ezzel már minden kétségen kívül, minden nehézségen felül kijátszottuk ténylegesen az asztrál luki-bloki modot. Úgyhogy hát igen, skacok, én baromira elfáradtam a végére, megmondom őszintén, legalább több mint egy órája veszem már fel ezt a videót. Méltó befejezésre szerintem ez így az egésznek. Mindent kipróbáltunk, amit csak lehetett, 300 féle drop van a játékban, egyébként szerintem mi körülbelül mindegyiket már láthattuk. Úgyhogy skacok, mindenképp csapatok egy hatalmasan lájkot, és szeretetek az ilyen hasonló Lucky Block is videókat, mert hogyha úgy látom, hogy tényleg érdekelt ideket ez a téma, akkor még fogok hozni majd újakat, mert amúgy rengeteg fajta Lucky Blocki van, érdekes lehet ezeket tényleg majd megnézni. Közben amúgy ezt nem tudom véletlenül kiszedni. Nem, a bedrockot semmi sem szedi ki, azt hittem. Itt csapatok egy lájkot, nyugodtan akár kommentben írhatok nekem következő mód ötleteket, amiket kipróbálhatnék, akár Lucky Blocki, akár bármi más. Ne felejtsetek el csatlakozni a csapathoz, vagyis iratkozzatok fel rá. Nyomjátok be ezt a kis csengőt, és látni fogjátok a következő izgalmas videókat is majd, amik közül nem sokára is egy újabb, úgyhogy gyertek vissza holnap is. Addig is még további szép estét, és sziasztok!